Erik, már megint, hát ez lehetetlen, hát állandó jelleggel ilyen mesztelen. De nem, Erik, ez nem lehet. És különben is nekem most van valami dolgom, Erik, most nem. Hát ne, majd készen, visszajövök, de akkor valami ruhásnőt rajzolna megint, mert édes. Iván, az a helyzet, hogy a szilveszter nem szilveszter ajándék, nekünk is Lacival úgy döntöttünk, hogy adunk neked egy szép ajándékot, hogy ha elkészítetted az adóbevallásodat, akkor legyen mit telesírnod. Ágikám, ne nekem, hát te nekem van a feleségemmel egy megállapodásom. Hogy? Hogy én írom a magánszámait, és ő kezeli a pénzügyeimet. És aztán, hogy az adóhivatal és a feleségem hogy osztoznak egymással, nekem teljesen mi. Jó, én is hoztam ajándékot. Picit, hogyha ide figyeltek, én egy jótáplált úr mellé ültem le. Én mindig jótáplált urak mellé szeretek leülni, mert akkor karcsúbbnak látszom. Én ezt Tőke Péternek hoztam, azért, hogy jövőre is legyen ereje folytatni azt a hangnemet, azt a merészséget, amit a reform az idén elkezdett, használd egészséggel. Csak tőkéje legyen a tőkének, arra kell vigyázni. Az már az ő dolga, hogy a tőkéjével mit csinál. Kérem szépen, volt nekem az idén egy szerencsétlen vállalkozásom, talán nem is volt annyira szerencsétlen. Tetthely volt a sorozat címe, a Híradóban volt látható ősszel vagy 8 héten keresztül. Ebben a sorozatban mi nem vállaltuk azt, hogy bármilyen cég szponzorként beszálljon, reklámot senkinek nem csináltunk, pedig a biztosítók jelentkeztek, az állami is és a Hungária biztosító is. Ezúttal itt szilveszterkor, vagyis mondjam, mindent lehet. Egy fordított tetthelyet mutatunk meg. Az volt a lecke, hogy a pandúr legyen a rabló, és találjon meg valamit, de nem akárhogyan. Tessék nézni! Annak idején számomra az volt a sorozat idején a legcsodálatosabb, hogy ti, amikor megtudtuk, hogy a főügyelettől, hogy hol van a betörés helyszíne, azonnal mondtátok, hogy ez rigli húzás vagy ajtófeszítés, szóval mindent tudtatok, szinte csak a betörő nevét nem. De ezen kívül a címből mindent elmondhatok előre. Módszert úgy nagyjából úgy sejteni lehet a környékről. Na éppen ezért az én tippem most az, hogy nem mondjuk meg, hogy hova megyünk, sőt, van itt két kendő, szeretnénk bekötni a szemeteket, hogy ne is tudjátok, hogy hova megyünk, és majd csak a lakásban vesszük le, jó? Fehér volt is lesz, amivel a tettes nyomát ütjük. Tehát... Ekkora feje van a tonhoz. Elmegyünk ide a kocsig. De Frankon? Frankon, ez a Franko a tévés busz. Én az én lépésemet azért számolom. Ez az a lakás, most már becsukom az ajtót, pillanat, és abban a pillanatban lehet levenni a kötéseket. Igen. Kocsi, Laci. Olyan lakást választottunk, amelyben beépített széf van. Azért ilyet, mert a Hungária biztosító az ilyen lakásoknál 1 millió forint érték felett is vállal kockázatot. Időre indul a történet. Igen. Időre indul. Tessék parancsolni. Hát kérem szépen, tehát két szoba. Két szoba. Két szoba, igen. Ez lenne az egyik, a másik. Honnan most a héten az. Ha lehetett volna kérdezni, akkor hármat kérdezek, de úgyse feleltek. Ugye az egyik kérdésem az lett volna, hogy közben én azért nézem ám, igen, hogy falba rögzített, szabályosan beszerelt szép föl van. Szabályosan beszerelt szép. Szabályos beszerelt, tehát akkor az falhoz kötődik, ez az egy kérdő. Van-e forgatókarja, erre már nem kell felelni, mert akkor már sokat elárulna, hogy az kiáll. Igazából nem is értettem a kérdést. Igen, jó? Forgatok valamivel. Nem is akarok válaszolni, mert akkor... A harmadik, hogy egyedi gyártmány vagy ipari gyártmány, sorozat gyártmány, erre sem kell felelni, ez fontos lenne tudni. Na de akkor a falakat nézzük. Hát a fal mellett itt, ami lényeges, de csak nem kuszantom, mert nem nagyon gyanítok rá. A könyv, ha átfolyják ezt itt, akkor be lehet rögzíteni, de nyilván oda nem teszik, tehát ezt meg lehet gyorsan nézni, opa. Valami miatt. Igen, másik könyvek vannak, tehát ha itt lenne, ez így nem. Hát szokásos kép dologgal nem kell játszani, de azért megnézem. Nehogy elmulasszak valamit, semmi.
Hoppá. Látod kérek. Hát itt nincs. Egyszer. A bútort majd visszaszereljük. A bútort visszaszereljük, az magától értetődik. Ilyen szépen forma épített. Ó, az is. Bocsánat, ez tudod, hogy ilyen előfordul, úgyhogy... Hát, aki dolgozik, az hibázik itt. Azért elég nehéz lehet egy betörőnek itt, hogyha itt alszanak a szülők, ott meg a gyerek. De akkor nem jön. Nem. Érdekes. Pedig valahogy is mérgetettek, bó. Itt van, gyerek. Jövök szépen. 2 perc, 10 másodperc. Jelentett a sor, óra indul parancsol. Egy kérdésem lenne. Stabil vagy mozgatható széfet kell keressek? Be van építve. Ennyit a Jánosnak is válaszoltam. Jó, köszönöm. Akkor egyenlőre a falakat kell megnézni, hogy hova fér be. Ezek vékonyak, az ugyancsak vékony. Akkor csak valamilyen szekrényben nézzük, a könyvek mögött van valami lehetőség. Itt ajtó van mögötte. Igen. Akkor oda nem megy be, oda nem lehet beépíteni. Hál' Istennek. Oda nem megy be. Nézzünk meg. Esetleg padlóba is be lehet építeni. Nincs. Gond van, Laci? Gond, igen, mert... Nincs meg? Nincs. Akkor ez egy jól álcázott széf. Viszonylag jól átszállod szép. Leállítalak, mert időben túl vagy már a Jánoson, ő 2:20 alatt találta meg. Ez azt jelenti, János, kérlek szépen gyere be. Ez azt jelenti, hogy akkor a János nyert. És valamelyik... A tükör mögött. Most vízol, most nem kellett mondani. Most jöttél rá. Húzz csak el a tükör. Mit jöttél rá attól, hogy... Hát azt nem néztem meg. Azt nem néztem meg. Kérlek szépen, a háziak is nyertek akkor valamennyit, mert valamennyi sanszuk van, kinyitottuk előre, valamennyi sanszuk van, hogy megúszszák, ha esetleg jön a betörő. Itt van a szép, és a szépben ezúttal most a ti számotokra, hát ugye veszélyes foglalkozást tűztök, egy-egy szuper kockázati életbiztosítás a Hungária biztosítótól. Szépen köszönöm. Parancsolj. Hungária biztosító hírva. Köszönöm szépen. Azért bekötött szemű rendőrt gondolom nem nagyon láttatok eddig. Tonhauser László, aki nem ismerte volna véletlenül fel, és Dobos János voltak a partnereink ebben a játékban. És amit látom, Ági újabb vendéget fogad. Jaj, Laci, megjött a Jani. Szervusz, édes Janikám, hát annyira vártunk már, hogy elnézést kérek. Édesem, hát szia, boldog új évet. De boldog új évet mindenkinek. 12-től vártam a főtaxit, amit tegnap megrendeltem, és még ma sem jött meg. Hát most 3-4-2. Igen, hát gondolták, hogy majd egyszer. De minden. János Vágon, évet. Jaj, várjál. De évet nem mondtál nyilván. Évet nem mondtál nekik nyilván, köszöntelek szeretettel. Igen, olyan rafináltan mondták, hogy ha tegnap még 31 jut, ma meg elsőjük, úgyhogy boldog új évet. Köszöntelek, boldog új évet. És ha már bejöttél, én azért kértem meg, hogy gyere el, mert van egy meglepetés számodra. Ezt a kazettát ma már nyilván látták, Gál Völgyi János műsora. Nem véletlenül mutatjuk meg. Igen, ez nem a reklámhelye. Ez nem a reklámhelye. Én már reklámoztam a főtaxit. Ugyanis itt most nem reklámról van szó, hanem arról van szó, hogy elnyerted az 1988. év legsikeresebb műsoros videókazettájának a Jókedvet Adj című produkció bizonyult. Így elnyerted ezt az oklevelet, ezért Gál Völgyi János az év videó díja illeti meg. Atya úristen, gratulálok. Ezt a Péter Erzsébet meg tudja. Köszönöm szépen, Lacika. Gratulálok, érezd jól magad itt, egyél, igyál. Gyere, vagy kezdődj! Ha mit akarsz, kapsz! Boldogan! Egy mániákosan! Mesztelenül! Már mindent lehet, túl vagyunk! Fél kettőn túl vagyunk, úgyhogy itt már mindent lehet, gyerekek nem nézik! Csak az emlékeidre támaszkodsz! Erik, annyi gyönyörű ruhát tervezett nekem is, hogy... Nézzétek, Tőke Peti meg csak eszik! Jó étvágyat, Peti, neked kell az erő! Kérem szépen, most pedig... Van-e valakinek valami mondani valója, amit nem tud magába tartani? Mehetünk tovább? Igen, jó. Jó, akkor megyünk tovább. Egyetek, igyatok. Aki pedig véletlenül nincs elfoglalva, az nézheti az egyes programon a Vidám Színpadról a következő produkciót. Még egy János, ezúttal Körmendi János.